Sziasztok! Beszélgessünk egy-két dologról. Az egyik az az, hogy megint miért nem volt egy hete videó. Amint véget ért a hosszú hétvégém, két nap után melóba lebetegedtem, olyan szinte, hogy nem bírtam dolgozni, szóval most itthon baszarintom a rezet, elvileg covidosan. Na mindegy. Másik dolog az az, hogy nem igazán néztem még utána az előző részbe annak, hogy ezt a seppukut érintő nerf ez mégis mennyire volt komoly, ezt megtettem, és az igazság, hogy erről beszélnünk kell. Most tegyük azt félre, hogy egy arkénos buildben az a külsőleges buff, amit a seppuku adhat, az még ugye scale-elhet és potenciálisan még több blood loss build-up lehet. Most beszéljünk csak arról, hogy ez a külsőleges buff, ez így mennyi blood loss build-upot adott. A korábbi értéke ennek valami 80 fölötti volt, most olvastam valahol 84-et is, 80-at is. Na és kapaszkodjatok meg, ezt lenerfelték 30-ra. Ezzel kapcsolatban egyáltalán nincsen semmiféle kifogásom, ugyanis hogyha van olyan build, van olyan összeállítás, ami érdemelt nerfet, az ez. Tehát ehhez 80 arcane-nal, megfelelő talizmánokkal, úgyhogy hozzápattintod még ezt a Raptor's Black Feathers-t, illetve még az a Claw talizmánt is, hát buffolva két ilyenből az a 12.000 damage-et össze lehetett hozni. Tehát ez még ugye a különféle bleedes összeállítások között is olyan szinten tűnt ki felfele, nem a Reverse of Blood, nem. Nem a Mogwin Sacred Spear, mind a kettő kurva erős, de azért ezt egy kicsikét könnyebb volt használni. Tehát maximálisan meg tudom érteni, hogy ez miért lett lenerfelve, de ahogy mondtam, az így spekulációból is igaznak bizonyult, hogy ha bármiféle arcane buildet futtatsz, akár Blood, akár az Occult irányjal, ez még mindig működőképes. Viszont az a nerf lényegében kigolyózta bármiféle olyan buildekbe, ami nem foglalkozik arcane-nel. Tehát például azt az irányt követed, amit mondjuk én csináltam az első ránba. Dupla katana, dex, mind a kettőn van 50 bleed, és akkor most képzeld el, hogy mind a kettőre még elnyomta ezt a seppukut, kaptál még 2080-at. Tehát, hogy úgy semmilyen szinten nem épített arcane-re a builded, és úgyis azért elég durva blood loss build-upot ki lehetett belőle csikarni. Most konkrétan az a lényeg, hogyha semmilyen formában nem pakolsz arcane-re, akkor a seppuku helyett inkább használ csak simán ezt a blood grease-t. Tehát konkrétan ugyanaz, ez is 30 külsőleges milyen nevét ad blood loss build-upot. A seppukut akkor használt, hogy bármilyen formában arcane build-ed van. Ugye itt a sisak plusz talizmán összeállítás miatt nekünk ez még mindig a jobbik eset, ugyanis beaktiválom ezt, blood loss build-up rajtam, kapásból már úgy kezdem a harcot, hogy megvan a 30%-os damage buff. Majd attól függetlenül, hogyha meg lesz a kirakósnak az összes darabja, az összes talizmán, ami boostolja a sebzését majd, meg plusz 25-ös lesz mind a kettő, akkor is majd nyomok levele egy végső damage tesztet, de így kombinálva az, hogy ez a kis borítás kevesebb blood loss build-upot ad, illetve hogy power stance-ban most már még kevesebb a blood loss build-up, mondom, hogy nem arcane-es build-be technikailag használhatatlan. Ott mondom, vagy ezt a sima bleedes kenőcsöt használd, vagy esetleg a Blood Flame Blade-et. Itt viszont továbbra is használható. Nyilván nem olyan szuper erős, mint korábban, de az tényleg az a kategória volt. Nem tudom, hogy kinek adatott meg még az, hogy ez így a ereje tejébe használja, de az gusztustalan volt, tehát... Körülbelül minden olyan boss-t, aki nem immunis a bleedre, azt két ütésből le tudtad radírozni, vagy háromból, tudja a fasz. Maradjunk annyiba, hogy ez tényleg eléggé egy ilyen no-brainer cucc volt. Szóval azt meg tudom érteni, hogy ez miért kapta a nerfet. Most arra az a tervem egyébként, hogy a maradék részt itt azt lenyomom, lesz itt egy Deathrite Bird, akkor itt egy ilyen vérminisztrens invader, meg itt egy 10-es Somberstone, azokat felszedem, aztán majd tipli tovább erre, jön a Fire Giant, aztán mielőtt vagy neki el a Crumbling Farum az Ulának, vagy a Behelic Tree-nek, előtte pedig a maradék katakombát lenyomom, aztán pedig endgame, endgame. Azt úgy, ja, nagyjából ennyi a terv. Szerencsére mind az okkult, mind a bladosi irányba van rengeteg más opció is, amik közül én még épp csak egy párat mutattam be. Most pont dobott föl a YouTube egy újabbat, az inkább a bladosi irányba jó, azon belül is a strength-esbe. Van egy Twin Blade, ami annak ellenére, hogy a Twin Blade az egy viszonylag ilyen multihites fegyvernek minősül, elég szép blood loss build-upot tud maxon, valami 130 fölött itt, és
arra rányomtad a Barbaric Roar Ashoffort, a Barbaric Roar meg ugye azt tudja már az előző részekből is, hogy a heavy attackját a fegyvernek módosítja, és egy ilyen hármas kombót oda tudsz vele baszni. Ami azért egy nagy Bloodloss build-upos fegyverrel elég komoly. Na, és itt pedig most demonstrálom, hogy egy ilyen endgame-es runebear az mennyire undorítóan erős tud lenni. Hoppácska! Azért maradjunk annyiba, hogy van HP-ja a fiatal úrnak. Ó, bazd meg! Na... Ez különösen jó, leszállította lovamról a játék. Most jön az Invader. Semmi baj. Pontosabban azt nem mondanám, hogy semmi baj, de maradjuk annyiba, hogy eléggé hidegvérrel küzdök úgy, hogy két ilyen gusztustalan nagy redvadék van a világomban, és potenciálisan jön az Invader is. Verjen bele. És ezt lehoztam úgy, hogy közben végig pofáztam. Azt nem állítom, hogy ez a lélek jelenlét ez minden esetben így megvan, de hát szerencsés egybeesés, hogy a medvék azok tudják egymást sebezni. Technikailag ezt akartam itt letudni, bár úgy emlékeztem, hogy ad valami jobb dolgot is az Invader a szettjén kívül esetleg. Ezt nem így akartam, ezt sikerült a lehető legszarabb módon bemutatni, de valamilyen morbid módon mégis jó volt, és így büszke vagyok rá. Leginkább annak, hogy túléltem. Na ez viszont nem biztos, hogy túl fogom. Elég, hogyha egy ilyen elkap, leesek a lóról, és megdöglök. Mert ugye, ha leesel a lóról, akkor véged van. Ezt a terrorista mauzóleumot, ezt el kéne innen tüntetni. Minél hamarabb harcképtelenné kéne tenni. Amúgy ott a végén, amikor a medvével és az Invaderrel küzdtem egyszerre, nem voltam 100%-ig biztos benne, hogy elég lesz itt a Bloodborne Ritual. Inkább úgy voltam vele, hogy hát eddig is túléltem, ilyen baszni bele alapon elnyomtam ott. A utolsó felét a kombónak viszont tudatosan nyomtam el, láttam, hogy van egy hangyafasznyi stamina, mondom, jó, megszakítom őket. Kicsikét ilyen szarbor várat építeni feelingje volt. Nem feltétlen csak az a jó harc, amikor nem sebződsz meg semmi. Én inkább annak a híve vagyok, hogyha mit tudom én, generálok magamnak egy szar helyzetet is, akkor legalább már tudjam valahogy megoldani. És hogyha már legalább úgy sikerül mellé még megoldani, hogy jól is néz ki, akkor arra én úgy sokkal inkább büszké tudok lenni, mint hogy ez a fight is most no hit lett. Nincs semmiféle ilyen hülye görcsösség, hogy jaj, ezt már tudnod kéne, meg így, meg úgy. Illetve még a Mogwin Palace-be is elhagytam egy részt, pontosabban igazából a fél palace-et nem takarítottam ki. I find all you know that I will join you and when the fighting is done then you may leave. No, király. Hát például itt is. Itt is hagytam el. A Swarm of Flies. Ne higgyetek a pletykáknak, hogy halott, igen, kapott nerfet, de attól függetlenül ugyanúgy használhatom. Mondjuk én nem vagyok ennek a híve, ennek a spellnek. Hogy csak és kizárólag ennek a spammelésével szedjek le valamit. Ha,
Kipróbálom rajta is a kombót a háta mögül. Itt most azt nem tudom, hogy az átbaszásra készült, vagy tényleg eldőlt volna, mint egy kivágott fa. Gondolom jobb, hogy nem derült ki. Még talán kettő vagy három ilyen van. Nem fogom mindegyiket ilyen sunyiba leszedni, csak most. Au! Ajaj! Akkor így halszak. Ott annyira jó volt, hogy kikerültem mind a három bögdösését, majd elszúrtam a lába között. Hát igen, a szúrófegyverek azoknak ez a hátrányuk az ilyen nyurga, pipaszárlábú ellenfelek ellen. Megvan a sansza, hogy úgy, nem is tudom, mellé fogsz. Mellé fogsz vele szúrni. Előfordulhat. Na, gyere csak el onnan. Minek szaladtam oda a fejész, hogyha féloldalasan is beadta a grebet? Bezzek, ha máskor tudatosan csinálnám meg, hogy féloldalasan adom be neki, akkor nem adná be. Oksa? Golden Seed. Igen, ezt kellett volna leöklelnem, ezt a szerencsétlent. Egy. Ott a harmadikat nem is kellett volna elnyomnom. Hoppá! Viszont el tudom cancelölni a harmadikat. Mondjuk, nem tudom, hogy ez azért volt, mert amúgy is elfogyott a staminám. Ha el lehet cancelölni, az nagyon jó. Így még 8 szinten maradt. Még 8-at tudok lépni, most már csak 7-et. Semmi gond. Leszedem a Fire Giant-et, megnyitom Azulát. És akkor legalább meg lesz már a dupla ostor is. Azt akarom használni. Ez ami sztrájkos fegyver. Mely nem engedte végignyomni a teljes double slash-t. Nem mit, hogyha számítana. Nem teljes kombó végére, így cserébe még egy grab az belefért. Baráti ez is. Hogyha esetleg ki vagy fogyva hetes szomber kövekből, akkor már nem leszel kifogyva. A kicsik meg a nagyok egyébként ugyanúgy dobják, az a meglepő. Ajaj! Itt mondjuk úgy itt volt belőle kettő. Az most érdekes volt, hogy előbb kiblídelt,
és utána esett össze a Fire-től. Amikor ez így hamisítatlanul fullba Fire damage-et csinál. Tehát több furcsa volt, hogy itt most például nem... nem fordult föl az elejétől. Ami meg még furcsább, az az, hogy ezt a tűztől való fetrengését például egy... Bloodlossnak a felvitele megszakítja. Mondjuk nem, az annyira nem furcsa. Fölvisz egy élmentet az ellenfélre, akkor az felül szokott írni minden jelenleg futó animációt éppen. Hát faszom Maléniát ki lehet szakítani a legópébb támadásából Frost meg Lidnek a felvitelével. Azért sok mindent elárul. Eléggé kétélű dolog ez az Elden Ring-es Open World. Első nekifutásra meg tényleg eldobod az agyadat, hogy hú de mekkora nagy a világ, és hogy hú de jó, hogy mindezt föl kell fedezni. Ha viszont már másodjára, harmadjára meg még többször jössz, akkor meg ez a... ezt megint föl kell fedezni. Akkor már hogy megfordul egy kicsikét, nem? És ez sajnos nagyon-nagyon rá tudja nyomni a bélyeget a New Game Plus-ra is. Mondjuk én alapvetően szerettem inkább újabb karaktereket kezdeni, mint a meglévőt továbbvinni, de ebbe a játékba valahogy ez hatványozottan érvényesül. Oh-oh! Brutális. Greatswordon a double slash az brutális. Majd mindjárt a kutyokon is meg akarom nézni. Hájjá! Még egy! Greatswordokon az ugrós heavy meg az ugrós light is kifejezetten jó. Az ilyen nagyobb lomháb fegyvereken egyébként azt vettem észre egy PvP-ben másnak a videóiból, hogy a ugrós lightokkal elég szép roll catch-eket lehet csinálni. Fasz a combo starterek. Ó, bazd meg itt egy másik! Ó, a faszomat. Ezek a rajongók! Ó, bazd meg! Jó, oké. Harmadik részét félbe lehet szakítani. Hát... így gyorsan kellett cselekednem. Őszintén nem tudom megmondani, hogy ott honnan jött a második meg a harmadik. Itt viszont pontosan tudom, mit fogok csinálni. Gyere ide, te kis csavaros fagyi. Jön Okina. Hát a grészt azt mindenféleképpen gyújtsuk be. Ez is hiperokos ez a faszkalap. És az a reverse nála eléggé veszélyes. Jó, meg tényleg, ha most kapom meg a reverse-t? Azaz, még ezt is fust ki.
Hú. Nem viccel az ombre. Nagyon nem viccel az ombre. Ha! Róla el is feledkeztem, hogy létezik. Semmi gond. Orvoslom ezt a problémát. Kipróbálom, hogy jelenleg ez hogyan szuperál nálam. Amíg nincsen Shard of Alexander, addig berakom ezt. Azért ez is csinál Fire Damage-et. Mondom, ha van fegyver, amit nem kell temetni nerfek után, akkor az ez. Nincs 9-esem? Miért nincs? Ezt is ki lehetne tízezni. O 8-as. Szóval most adunk a Reversnek egy kis esélyt, és mellé másodlagosnak. Kipróbálom ezt a helikopterezést is. Lesznek ám itt, ott még óriások, szóval... Szóval, ja. Ugye, innen jöttünk. És akkor itt még ezt az egész felső részt, ezt itt lehet takarítgatni, illetve... Van itt egy dombocska. Ha érdemes felnézni. Mert van ott egy nagyon-nagyon jó esofor. Amíg nem találod meg, addig azt hiheted, hogy oké, ez le van lokkolva pár fegyverre, de amúgy nagyon nem. A Trolls-ról van szó, sőt talán azt nem tudom, hogy azért föl lehet-e jönni ilyen ügyefogyott faszom módon is, vagy... Ah, ott van a Spring. Csak az üvöltés nagyon-nagyon brutál stance damage-et csinál, és azt hiszem humanoid ellenfelekre utána fixen be lehet csatlakoztatni a... mi a nevét? A lekövető heavy-t. Tehát például Lion's Claw helyett Giant Crusherre ez lehet a... az ilyen mondhatni második legjobb cucc, amit rakhatsz. Ezt mondom, kicsikét sűrűn vannak itt is a grészek. Mehetnénk Fire Giant-ozni is amúgy rögtön. Ellen ki akarok majd próbálni valamit egy tízes fegyverrel. Tisztában vagyok vele, hogy a tüzet reziszteli 50%-ban. De Phase 2-ben van egy olyan jó nyitás, egy olyan jó nyitásra van lehetőségem, amit egyszerűen hülyeség lenne nem kihasználni. Ha valaki látta az inbuildes videómat, ott azért a nebulával elég szépen kicsipkéztem a hasát rögtön, amikor kezdődött a Phase 2, ugyanezt a Mogwin Sacred Spear-rel is meg tudom csinálni. Sok rosszalkodnak egyet. Nyilván most már az nem lesz elég, hogyha ezzel a fegyverrel a skill spameled messziről. De azért nem rossz ez. Továbbra sem. Nyilván most már ez se emelkedik ki olyan szinten toronymagasan a többi bleedes opció közül. De ezt nem kell temetni továbbra, és az még mindig menőn néz ki. Az egy kibaszott véres katana. Mondhatni, hogy engem meggyőzött.
meggyőzött, mint a helikopter. Bár... azért ez a helikopternek még csak... kettő, azaz két pördülése volt, ezt ki akarom próbálni egy kicsit máshogy is, de... szerencsére vannak itt még rezidens ilyeti gecik. És azt mondom, hogy előbb inkább azt... azt kéne elkapni, amelyik itt felül hossza az észt, már hogyha föltok. Tarts gyomba az L2-t a győzelemhez. Valahogy így. Féle fajta fegyverből lehet itt OP dolgot kihozni. Ja. Például... akár ezzel is Fire Giant-ezhetnék. Az biztos, hogy a Bloodlust build-up az nem lenne szar, tehát minden fordulásunként 100. Ja. Ja, az... az modoknél elég fasza lenne. Phase 2-ben mindenféleképpen ki akarom próbálni rajta a Mogwint. Félsz egybe meg, hát Bloody Helis. Fire Giant olyan szempontból egy érdekes boss, így nem, hozzá egy elég semlegesen viszonyulok. Olyan szempontból még a jobbak közé tartozik, hogy ilyen tök egyedi óriás, bár nem feltétlen tartom a legjobb ötletnek, hogy egy olyan ellenféllel kezdjünk, akinek épp hogy csak a lábúja így beleér a kamerába, azt annyi. Összességében viszont nem tartom jó bossnak. Inkább akkor úgy fogalmazok, hogy onnantól kezdve, hogy az újdonság varázsa elmúlik. Már akinél van újdonság varázsa, van aki már az elejétől kezdve rüheli, és egyébként meg tudom érteni, hogy miért. Tehát a Phase 2-ben, ahogy konnekteli egymás után az atakokat, az olyan tömör bullshit tud lenni néha, bazd meg. Majd buffolok Phase 2-ben. Az egyben úgyis csak az a lényeg, hogy azt a csontborítást a lábáról baszarincsam el. Összeragyasztottam a verebet. Semmi gond. Phase 1-ben nem is lehet egyébként riposztolni. Meg én azt tudom tanácsolni, hogyha így gurul arrébb. Na ezt... megússzuk. Hogy néz ki? Itt nem kell megijedni. Pontosan ezt akartam, hogy összeejtetem, bazd meg. Pontosan ezt akartam. Igen, pontosan erre voltam kíváncsi. Úgy voltam vele, hogy úgy viszonyul az elementekhez, hogy a Magic-et valami 20%-ba reziszteli, az összes többit nullába, vagy talán csak a Fire-t, na mindegy, de a Fire-t 50%-ba reziszteli, úgy voltam vele, hogy leszarom, egy, mert ennek most olyan damage-e van, mint a picsa, kettő, AOE, ezáltal elérem a hasát, amit azért nem sok fegyver mondhat el magáról, és úgy voltam vele, hogy erről most nem akarok lemondani, hogy valamennyi stance damage-et úgy is viszek át belőle Phase 2-be.
És fixen azzal kezdi, hogy ezt a tűzgyűrűt odaidézi. Olyankor megteheted azt, hogy az egyik kezét csapkodod ott, mert arra többet fog sebezni, mint a lábára, vagy megteheted, hogy beállsz a hasa alá, és akkor Envoy Longhorn, Komet az úr, Meteorite of Astel, Nebula, vagy éppen ez, valami jó is cuccal. Úgy voltam vele, hogy elnyomom rá mind a hármat, és amikor kezdetlegesen elkezdte sebezni a HP-ját, nem is látszotta, hogy megy le, azért mégiscsak reziszteli a fire-t, de úgy voltam vele, hogy előbb-utóbb ki fog bleedelni. Elvégre talán ez a leginkább potens skillem most jelenleg, úgyhogy ezért több is a gyenge Bloodloss build-up szempontjából. Szerintem ezzel tudom a legtöbbet kiosztani, ha végig tudom nyomni a teljeset, és akkor még össze is esett. Hát... lerodíroztuk a picsába. Ja, várjál már, bazd meg, ezt leszettem no hitre. Na, ott van. Így szoktam hozzáállni. Ezt nem elnagyképüsködöm, hanem nem szoktam lőre rágarcsolni, mondom, hogy ez legyen no hit. Nem is figyeltem arra, márpedig általában akkor szokott sikerülni, ha nem figyelek rá. Még hogyha esetleg fight közben is így menet közben rájövök, hogy hú, bazd meg, ez akár még no hit is lehet, akkor meg azzal szoktam elbaszni, hogy egyből rákoncentrálok, hogy na, legyen meg no hitre. Aztán meg persze, hogy nem lesz meg. És meg látjátok, leszartam, azt meg lett. Szerintem így sokkal jobb hozzáállni. A lelkéből nagyon-nagyon jó spelleket lehet csinálni. Ezt meg is mutatom. Meg egyébként az ostor se egy utolsó dolog. Strength fate-es a történet. Az esoforja az brutál. Ostorokkal alapvetően könnyű stunlockolni ellenfeleket, de azzal... meg ez a Burn No Flame. Ez is nagyon komoly. Sok ellenfél ellen is jó, nagy testű ellenfelek ellen is jó, vagy Malenia ellen is. Hogy amikor ezt kasztolod, akkor így letérdelsz a földre, ezáltal ki tudsz kerülni egy csomó támadást, ami olyankor magasabban van, mint te. Meg ugye a humanoid ellenfeleket az így puff, fölküldi műholdnak. És kurva nagyot sebez. Jaja. És ami most a lényeg, az, hogy nyissuk meg Crumbling Forum azulát. Itt is egyébként az olyan területeken, ahol sok az ellenfél, leginkább ezt a Mogwin Sacred Spirit fogom használni, tehát takarítani ezzel, az meg elsőrangú, hogy milyen könnyű. Még a csontik ellen is azt mondanám, de farzsebbe a két ostort odarakom, ugyanis lesz ott nem egy ellenfél, főleg a csontik, akik ellen inkább a strike típusú damage a jó, és ugye bleedelni nem lehet őket. Tehát Mogwin Sacred Spear és a dupla ostor lesz oda a történet. Majd a Raptor of the Mist-et bepattintom hozzá. Ostorokhoz így nem igazán tudok elképzelni más esofort, még a Bloodhound Step lenne jó, de az meg inkább akkor lenne faszántos, hogyha a Light Armor-ba. Tehát hogy most minek rakjak még egy plusz dodge-ot. Értem én, hogy a Quick Step az nagyon jó, meg minden, de én rengetegszer azt szoktam csinálni, hogy be van equipelve, aztán azon kapom magam, hogy a sima dodge-ot használom, mert úgy arra van ráállva a kezem. Nem tudom miért. De a Raptor of the Mists az azért az egy kicsit más kategória. Jaj. I have long observed this world is and death indiscriminate. Are you prepared to commit? Very well, let my hand. Ezt a cutscene-t azért nem szoktam átnyomni. Ez mégis csak epikus. Jaj. Így, hogy egyébként... várjunk már, most, hogy egyébként a Crumbling Forum azulát megnyitom, itt technikailag a Nefeli questnek is kész kéne lennie, ami azért jó, mert kapok még egy plusz 25-ös követ, meg még ott tudok venni még egyet, na akkor most így pár questnek így a végső kifutását azt így leellenőrzöm.
Nem gondoltam volna, hogy így leradírozom a picsába ezt a Fire Giant-et. Itt tényleg csak le akartok tesztelni, hogy ez az AOE mennyire hatékony, és egyébként kétszer is kibleedeltem. Ami azért elég nagy szó, mert oké, hogy a Bloodloss build-upom az egekben van, de annak a fasznak a Bloodloss rezisztense is, tehát a Fire Giant-nek ilyen 1000 fölötti rezisztje van, azt hiszem, bleed-re. De még hogyha 1000 alatt is, nem könnyű eltalálni, mert utána kurva sokat mozog meg minden. Az vesse rá az első követ, aki még nem nyírta ki így, vagy hasonlóképpen. Az Envoy Longhorn-nal lenne a még brókerebb. A Meteorite of Astel az meg körülbelül még jobb ellene, mint a Komet az úr. Olyan nagy test, bazzeg, egyszerűen kívánkozik, adja magát, hogy egy meteor zápor ráküldesz. Ha azt nem teszed meg, az kihagyod zicser elég erősen. Shall one day meet the road of destined death. Goodbye. Mondjuk azt a mai napig nem értem, hogy ezzel hogyan kerülök át ide. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoznak majd ki abból az északi DLC-ből, de én inkább foglalkoznék ezzel a területtel. Kicsit olyan elvont nekem ez az azon még mindig, hogy így a időn túl helyezkedik el, stb. Ezzel még lehetne tovább menni szerintem lazán. A Mikalás történet megadja magát, hogy lehet tovább menni vele. Most már csak az a kérdés, hogy mikor jön ki ez a DLC. Azt közben megtudtam, hogy a Q3, harmadik negyed év, az nem biztos, hogy harmadik negyed évet jelent a japánoknál, náluk egy kicsikét ez másabbul működik. Márciusban jön ki a DLC, akkor körülbelül egy évvel a játék után jelenne meg. Sokan azt feltételezik, csak azért már az előző címeknél is így volt. Hát attól függ, hogy fejlesztettek-e már le előre valamit. Igen, akkor van rá esély, hogy kijön tavasszal, hanem akkor még ezzel várni kell. Bár adnám egyébként, ha kijönne, mert én még mindig azt mondom, hogy ha ténylegesen a harmadik negyed évig várni kéne, azzal eléggé kihűlne a játék, hogy így másfél évvel később jön ki utána a DLC, szóval már a kettő közül választani lehet, akkor nyilván jöjjön ki hamarabb. Úgyis a Fate Run után azért hosszú időre félre fogom tenni a játékot. Már egyszerűen ennél a run-nál is elkezdtem érezni, hogy lerögzítek egy-két részt, és úgy aznapra nekem már nincsen kedvem többet játszani. Sőt, van, hogy egy részlem már ezt érzem. Hogy két-két és fél órát pörgetem az Eldennel, és így ez elég volt. Hát egyszerűen nem lehet vele mit csinálni. Godric the Grafted. Itt akkor frissül a Nephelic Questnek az állapota, hogyha itt resztelünk egyet. Itt fontos, tök mindegy hányszor töltöd újra. Resztelni kell, na várjunk előbb, beszélek vele még egyszer. Oké. Ha nem, akkor még valami. Aha, de. Királyság. Ne felé itt van, mondjuk az a Kenneth Hyde most nem áll itt mellette, de taktikailag tök mindegy. It's been some time, most thank you. I told father I would be with him now. I remembered the vow I took when I first became a warrior. This land is much like I will call upon the storm. I guess some call me by the title of lady, though I have now abandoned. I cannot express how. Should you, I would gladly. Fell, I will remain at your guidance, surely like. Oh, yeah. Az nem árt, hogy Limgrave-nek is melyik kompetens vezetője innentől kezdve. Hullarabló szerencsétlen. Add ide a jussomat. Kösz.
Na, két maxos kő. Azért ez nem annyira rossz. Illetve Jarberg, ha minden igaz, most Dialos már haldoklik. Nem tudom, hogy itt kik támadják meg egyébként a falut. Aha. A szájunk ki, szájunk be újra megoldás működött. Lehet, hogy úgy is működik, hogy teleportáljál máshova és vissza ide, de itt úgy látszik a resztelés most pont nem volt elég. Kiléptem a játékból és be megint. Ops. Quite a lot of us got broken. I won't cry though. The tale of... That's the kind of one. Even if I'm scared. Oppáré. The jars. Igen, megvédted őket. Technikailag egy életben maradt, szóval igen. Na igen, most meghalt. De legalább úgymond boldogan, hogy végül. Végül csak ért valamit az élete. Nyilván nem erre számított az elején. Na. The tale of how that's the kind of one who protects. That's the kind of one who protects. És most még egy újratöltés. És ha minden igaz, ha megkapom a másik maszkot, meg a második ostort. Kicsikét körülményes, meg endgame-ig el kell jutni, de legalább ebből az ostorból lehet kettőt szerezni egy végigjátszás alatt. Bár, ha nem tudsz belőle kettőt szerezni, az se nagy probléma. Akkor max kifarmolod a prilétektől a másikat. Hozló petalbit. Ó, meg még numeruma is. Na, az fasza. Okkult. Rá is raktam már a raptort, ahogy láttam. Charged heavy. Grós, futós. Azért raptorral kikerülni egy támadást és ezzel visszajönni belőle, azért az nem rossz. Szóval végül is sikeres volt a történet. Még nem fog lelépni, előbb majd még Alexandernak a belsőségét is oda kell neki adni. Na, király. És akkor most jön az, hogy el kéne dönteni, hogy melyik csodás Legacy Dungeon csinálom először. Amúgy a Helic Tree se lenne annyira szar. Nem kell Maléniát lenyomnom most rögtön. De azért a talizmányát megszerezném szívesen. Ja, 19-es, 18-as, és még rakjunk rá egy okkultót. Tök mindegy, hogy mit rakok rá amúgy. Olyan sok fajtát nem is lehetne. Thunderboltot, Golden Slamet, ja, az ostorokra elég kevés mindent lehet. Az elég, hogy okkult. 96-os Bloodlust build-up. Meg azért... Azért nem tűnik olyan rossznak az a damás se. Ezt ismerjük el. És akkor ami még hátra van, az itt egy bánya, pasztellel, meg ilyenekkel. Akkor... Jaj, itt ez a rák ilyen vasdagokkal, meg ilyenekkel. Akkor itt egy Misbegottenes barlang. Ez eddig három. Meg még egy Hero Grave. Akkor még itt egy Deathrite Birdo.
és egy Great Worm. Én azt mondom, hogy tudjuk le, boss parádézzunk egy kicsit még, aztán jöhetnek a Legacy Dungeon-ök. Na, nézzük Astellius-t. Másodikat ezen a néven. Majd buffolok, hogyha közelebb kerülök hozzá. Elég nagy teste van. Az ellen a Mogwin az nem lesz annyira. Ez nagyon súgyi volt. Ja, ez a Waves of Darkness volt. Jó, oké. Hát ez elkalapált. Ó! Ennek nem biztos, hogy eltaláltam volna az időzítését. Charged heavy. Azaz. Nihil. 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 Ez baj. Na, próbáljunk meg közel szaladni. Közel dodge-olni. Úgy látszik, hogy sikerül. Mondom, erre a támadásra én semmi más countert nem tudok. Különösen amikor ilyen közelről csinálja, akkor veszélyes. Egyébként nyugodtan jöhettem volna ezzel is. Az Alabaster Lord meg az Onyx Lordok ellen is kifejezetten működött ebbe a bányába az, hogy meg se bírtak mozdulni, csak nyomkodtam az L1-et, aztán olyan szinten inasba raktam őket, baszki. Az ostorok sztánlóki eléggé brutál metál amúgy. Most már bánom, hogy nem ezzel a dupla ostorral szedtem le végig. Se baj. Azért ennek nincs olyan baszott nagy követelménye. A nagy faszt azért 20 dex kell hozzá. Na mindegy. Majd itt használom többet ezt a fegyót. A strike típusú fegyver úgy is jól jön majd ide. Tele lesz minden impekkel meg vasdagokkal. Ide ez a nyerő. Na de. Dupla ostor nem kegyelmez. Ó! Na egy ilyenen a... Hát igen, nem egy grebet kellett volna. Egy rotos grevet. Jó, Anna! Nem tudtam, hogy utánam szaladt fél pályáról. Azért mondom, hátrálok egy kicsikét, kúrálom a rotot.
Erre bazd meg rám rongyol így. Hát igen. Hú! Van egy olyan érzésem, hogy ezzel... ezzel megint elkapott volna. Az alatt megint elkapott volna, hogyha éppen nem viszem föl rá a billet, bár lehet, hogy ki tudtam volna gurulni. Necces volt. Necces volt. Na, nem is tudom, mivel kéne itt kezdeni. Annyira elegem van ennél a kibaszott nyomoréknál, hogy egyszerűen nem látok semmit. Ott van, megint annyi a... ó, júj, fél életemnek. Ostorral nem lehet riposztolni, ha jól tudom. Jaj. Meg úgy nem nagyon vagyok hozzászokva ahhoz, hogy az ilyen power stance-es fegyverekkel csak úgy ó, bazd meg! Ez az ulti move-ja volt. És ahogy látom, gyönyörűen sikerült úgy elintéznem, hogy sokkal jobban szerepelt az ostor, mint vártam. Annak ellenére, jó, nyilván, hogyha a holy borítás rákenem, okkultra amúgy nem lehet, akkor sokkal hamarabb lement volna, de ahhoz képest kurva jól sebeztem szerintem. És a Mogwin Spear-rel nyomtam rá egyedül egy ugrós heavy-t rá a végén. Végén? Az elején? Azon kívül meg... hát jó, egy power stance-es ostor úgy látszik több stance damage-et csinál, mint egy... nem is tudom. Mint egy dupla görbekard, vagy ilyesmi. Elvégre valamilyen szinten lomhább fegyver, meg... mondjuk a fegyver, tehát a sebzésnek a típusától ez, ennek nem kéne függenie. Meglepett, hogy össze tudtam rogyasztani. Milyen fegyverrel kettyincsen most meg ezt a szerencsétlent? Mi legyen a szerencsés választott? Ah, bloody hell is szezzünk. Azon már úgyis rég mentem. Remélem az ügyefogyott rohangálásával kezdi. Hát! Mondhatni. Ó, a jó. Kurva anyádat. Nesze. Ez akkora egy mocsadék egyébként. Egy jó sokáig iframe-ben lévő mocsadik, aki most buffolni fogja a fegyverét, azért charge-olt heavy-kkel. Küldjük meg a rusnya pofáját. Az, hogy átugrottam. Ezt megint csak érzésből csináltam, úgy nagyjából a mozdulat alapján láttam, hogy mi a faszra akar készülni. Kemény. Kemény ez az har életű.
És azt hiszem az utolsó szintlépés is. Ja, lenyomatom azt is. És akkor még hátra van két katakomba, és akkor vagy Azula, vagy Helictree. Nem döntöttem még el, hogy melyiket kéne előbb nyomni. Na jó. Többet nem szintezünk. Bazd meg! Nem! Hú! Hajá! Múltkor azt a kombót telibe beszívtam. Most nyilvánvalóan nem akartam. És akkor... egy Hero Grave rendel. De minek? Örömmel jelentem be, hogy erre a runra a katakombás pályafutásomnak vége. Még ezt a Ancient Hero Zamort lepattintjuk. Megnézem a Raptorral. Már csak egy légycsapóval nézhetett volna ki szebben. Most végre legalább le tudtam reagálni azt a gyors fagyos robbanását. Kifejezetten amiatt akartam ide most a Raptort, hogy na majd azt egy ugrós cuccal. Nyilván, hogyha az extra stance-től nincsen, akkor valószínűleg nem tudtam volna ilyen könnyen föltörni az állását. De... várjunk, miket kell. Szerintem most jó leszek így egyébként. És én úgy döntöttem, tünk, hogy előbb egy kicsikét. Szerintem Helictree-zek. A Brace-t azt megnyitom, tehát így a Lorettáig lévő retkedelmes cuccokat terveztem így megcsinálni most. Szóval itt őszintén fönt most semmi olyan nincsen számomra, amit megérné felszedni, szóval... tudj! Lebögdösöm innen ezeket a kis dzsuvákat, amik az útban vannak. És egyébként... nem mondó vagyok, hogy... nézzük már meg egy reverse-t, hogy hogyan működik. He. Plusz 8-ason én azt mondom, hogy ez eléggé baráti egyébként. De itt a Mogwin lesz a fő. Bazd meg. A röhögéssel várnom kéne, addig amíg biztonságos távba nem kerülök ezektől a... faszarcúaktól, hájjá! Szóval... meg is van a Broke-ass Longhorn. Na, és... most jön az, hogy... ezt ott le kéne ignorálni. Nem így! Hanem így! Sokkal jobb! Az ott egy pöppet veszélyes volt, az a helyzet.
Az a te pöppet veszélyes volt. Egyébként azt a plusz 5-öt, hogyha elveszem a dexből, hogyan is tudnám elosztani még? Egyet az arcane-re, majd még 4-et meg mondjuk a mindra. Ja, szerintem az úgy. Jó fajta. Ó! Oh! Le kell innen bögdösni a jó büdös picsába. A reverse-t az természetesen kitizeden. Majd. Köszöntem. Valahogy följebb lehet majd jönni. Lesz itt valahol egy... Oh. Lesz itt valahogy vörös Mizbagaton följebb. Aha, ott valószínűleg a bleed-el kiszakítottam az ugrásból. Arra készült a kis mocskos. Valahol máshol is van itt egy vörös Mizbagaton fent, de... Ha nem, akkor nem. Most nem annyira fontos. Ah, talán... Igen. Itt lesz a veréb. Biztos, hogy itt lesz a veréb. Az miért jó, hogyha én itt föl tudok... Nem, itt nem tudok felugrani. De valahol itt lesz még az a vörös gyökér. Azt hiszem. Nem. Tudjátok, mint most már erre eljövök. Megmondom őszintén, kurvára nem emlékszem, hogy itt most... Basz meg, majdnem le... Simán vak vagyok, hogy ezt itt elhagytam. Én most már felszaladok. Van érzésem, amit valamit elhagytam volna. Itt kurva korán az elején, mint hogyha egy vörös Mizbagaton is lett volna. Az mindig így meg tudott lepni. Hogy éppen mentem a másik irányba, csak a lúttal foglalkoztam békésen, a világ gondjairól elmélkedve. Ezt egyszer csak hátba sújt egy kétkezese. Nem, ez itt más. De! Na. Buzikám, enyém a meglepetés ereje most. Igen, ezt nem szabad csak úgy nyomni össze-vissza. Ebből ki tudnak szakítani. Ez nem a Mogwin Sacred Spear. Meg úgy gondoltam, hogy Charged Heavy után majd elkezdem nyomni a kombót, de hát annyiból még nem ment rá föl a bleed, nem ment volna föl.
kéne lassan majd egy heal spell is, majd a lenti Royal Revenantokra. Ú, oda is a Mogwin Spear, de jó lesz majd. Ott általában beszoktam triggerelni azt, amikor ott a lenti Royal Revenantokkal küzdök, hogy ott két Clear Rotnight meg vagy 20 katona mindig így utána mászik a létrán. Ezzel majd tetten érem őket. Az biztos. Ott is megbánják, mert ő világra jöttek. Viszont... lesznek krisztalianok is. Ja, nem, azokat nem kell leszedni, hát itt csak ilyen csigák idézik be őket. Szóval... Na mindegy. Valahogy itt volt egy harmadik is. Ezt csak és kizárólag azért csinálom, mert vicces. Mert szeretem a káoszt és a pusztítást. Ilyen egyszerű. Jaj, itt nem kellett volna lejönnöm. Itt kellett volna lejönnöm. Jaj. Hát az csodás luft volt. Gondoltam volna, hogy ez a heavy ott még elkapja. Csak bepróbáltam. Jaj, geci. Azt a kurva. Tiplizél innen. Semmi szükség nincsen kettőre ezekből. Semmi, de semmi szükség. Aha, elindult a másik visszafele. Hát jó, ezt most ki kéne használni. Arra, hogy a... ó, bazd meg. Címeres geci puttony. Ezt a shortcutot ezt így nem ártana megnyitni. Lorettánál más nem fog biket védeni. Ja, igen. Itt egyébként... szerintem most visszapakolhatom a ostorokat. Loretta ellen majd inkább azt. Elrizgetni is lehetne őt is, ugyanaz, mint egy Three Sentinel. Hogy megtántorodik, olyankor megtántorodott állapotban ráversz még egyet, és akkor még jobban megtántorodik. Ott ez a go-to taktika. Majd amikor fészt vált, akkor akarom majd elnyomni rá a nihilt, addig most nem is váltok rá, addig jó lesz itt az ostor. Jó nagy mocsok egyébként. Nem jó! Hú!
azt megmerekem esküdni, hogy azt kidodzsoltam. Gondolom mégse. Na, ezért nyissátok meg a shortcutot. Pontosan ezért. Megmernék rá esküdni, baszki, hogy azt kidodzsoltam. Viszont az egyel fentebbi fog kelleni. Ja. Hát ezt kaptam. Ezt nagyon-nagyon kaptam. Eskü ugyanolyan ütemmel dodzsoltam ki, mint máskor. Azt általában a vacsdogoknak annál a hülye szúró támadásánál szokott még feltűnni, hogy azt is kidodzsolom, és így még utólag megsebez. Nem mernék rá megesküdni, hogy itt is ilyesmi történt, de fura volt minden esetre. Lehet ennek a nyílnak van valami jó íja is egyébként. Teljességgel elképzelhető. Nem, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó, nem jó. Inkább hírelek egy. Várjál már, mennyit ütsz még? More. Vagy csaje. Soha nem láttam még ezt a támadást. Mármint, hogy tudom, hogy ugyanaz a Loretta Slash, de... Ezt most a kedvem miért kettő ütés helyett csinált hármat? Stílusosan fejezzük be. Soha nem láttam még ezt a hármas pörgős Loretta Slash-t. Soha. Soha, soha, soha. Ezzel most meglepett. Amúgy eskü adnám, hogyha ezeket az új move-okat mondjuk így a bosszok New Game Plus-on hoznák elő. Meg később vagy valami, hogy ott is legyen valami izgalom. Mint például a Nioh-ba, ott ezt meg lehetett csinálni normálisan. Meg még olyan kavarások, hogy ami mondjuk, nem is tudom, sima New Game-be. Dream of the Samurai-on például perrészhető Burst Attack, az mondjuk New Game Plus-on már nem, stb. Tehát, hogy itt is lehetne variálni valamivel. Ennek potenciálisan már az összes mozdulatát kiismerheted a bossnak egy végigjátszás alatt. Ezt nekem még sose csinálta. Kibaszottul meglepett. Most jön itt az a Clean Rot Knight, ami 10-ből 9-szer leszokott lökni. Ez a Clean Rot Knight, ami itt állomásozik lent, mindig azt szokta csinálni. Nyomja azt a grebes támadást, amikor fölszúr a Spearjére. Természetesen beszívom. Leokád rottal, majd ledob a korláton keresztül. Már nem is tudom hányszor szívtam be. Eléggé pofátlan. Hogy fogalmazhatunk? Eléggé pofátlan. Ott. Ott az a retek. Gyere. Ott.
counter-öltem a counterét. Millicent. Na most egészen addig, amíg a mocsárba lévő Putrid Tree Spiritet le nem szedem, addig ő itt marad. There is the will, the dignity, the pride she abandoned. There is something I must with the will, the dignity. Oksa. Na. Megnézem, hogy tudok-e upgrade-elni valami fegyvert. Mert lehet előbb bazulázni kéne. A Gutskin duóig elvinni. És akkor legalább felszedhetném már végre a maradék Belberinget, és akkor ki plusz 24-ezhetnék egy csomó fegyvert. Hát igen, 7-es az nagyon-nagyon kéne. 7-es mocskosul kéne, mert 8-asból egyébként, hát van. Annyi, hogy egy fegyveren tudjak húzni. Ez a gond. Na. Most összességében tényleg nem tudok dönteni, hogy melyikkel folytassam a következő részben, de igazság szerint mind a kettő sorra kerülhet most már lassan. Mert speciál itt takarítgatni se lenne annyira nagyon rossz. A Mogwin Spear-rel. Elvinni Maléniáig, meg lenne akkor a Millicentes talizmán. Végre, valahára. Itt pedig meg lenne a Shard of Alexander, meg a Belberingek, szóval majd még eldöntöm, de körülbelül egy olyan 1-2 részre kell számolni, és kész van ez arán is, utána pedig akkor addig most már nem állok neki egyszerre. Egyszerre nem szeretek több dologgal foglalkozni. Szóval most már azt terveztem, hogy lenyomom ezt a végigjátszást, ez megvan. És akkor majd utána ezt a buildet átalakítom, meg még van egy poisonos így, ami félig kész van. Majd azokból csinálok egy-egy build videót, olyasmire kell számítani, mint amit a Zint build-el csináltam. Aztán ja. Aztán még azt a volongos demót is összedobom most már, mert ilyen félkész összecsapott módon nem akarom megcsinálni. Igyekszek azért minőségi munkát kiadni a kezeim közül. Na, hogyha ezt lehet munkának nevezni. Addig is, megmondom őszintén, azt a játékot úgy olyan hű, de nagyon nem várom, nem fogott meg annyira az a demo. Remélhetőleg még valami komolyabbat kiadnak majd belőle, mert ez így ja, inputoknak a fele az így szarul működött, meg ilyesmi. Nem tudom. Nem igazán győzött meg arról, hogy ez lesz majd a következő lépcsőfok a Neo 1 meg a 2 után. Azért ez eléggé magasra rakta a lécet, és nem hiszem, hogy ez a volong fogja lerugni, leverni, de aztán cáfoljon rám, majd meglátjuk. Végső soron ez így még akár jól is alakulhat, mert nincsenek olyan hűde nagy elvárásaim, aztán lehet, hogy kikalapálják majd úgy azt a játékot, hogy végül tényleg tetszeni fog majd. Na mindegy. Köszönöm szépen a figyelmet, egyelőre sziasztok!